Pali nagy homokon megyünk, a kis homoknál megállsz egy kicsit trappot, és úgy a nagy homokon is jó vadászt. Hát én nem tudom, hogy mi. Nézd, hogy milyen gyönyörű. Hát az meg nem tudom, mi van. Múltkor is, meg nem kapta elő, nem mondta az oké, hogy mi volt. Most nem. Mert a múltkor, amikor csatát jöttem, az amikor megzavarta. Igen. Akkor hörg. Tehát valami valószínű, hogy van. De akkor nem is volt lekötve. Jó, hát. Jó. Na ügyessen. Akkor végül is vadász jöjjön? Igen, így van. Fokozatosan a kicsi túloldal, trap és úgy. Na ügyessen, Rudi a pályába. Na, gúszika. Na, megjött Sziglige. Tegnap gyönyörködtem itt benne, olyan szép lett ez a kanca. Nagyon. Mint a bivaj, tudom, de most szétszélesedett. Egi bácsi hív pont. Nem felejtettük el. Hogy? Fokozatos überke, igen. A második kedve, a kis homoknál trappolj egy picit, és nagy homok. Elő Szigliget. Megonkám, itt van Rudi. Hangokat hallgatnám, de nincsenek. Nincsenek hangok. Jó, jön Guzi, és jön majd Szigliget, és jön egy másik csapat, ami lesz ott Roland, Bence, Egon Csődi, Stolen, Minidani, így kb. Rolandot mondtam. Gúzi, aztán majd Szigliget, azt jön a Csikó brigád. Gúzi, és majd Szigliget. Tip-top. Nem, azt figyeltem direkt, azért álltam közel. Tip-top. Pali, sétálj vele jó sokat, jó? Mert mentünk ám bőven. Bőven séta. Ilyen Szigliget. Tegnap gyorsabbat ment, ma szépen hosszú nagy homok. Tökéletes anya! Morgen!